Világsztárok meglepő civil szakmái. Úgy érzem, hogy egy kicsit át kell helyezni magunkat a hétköznapokba, mert a világsztárok vannak. Tehát ellentétben a paradoxonokkal a világsztárokat, a Johnny Deppet meg tudod simogatni. Oké? Okay? Tehát ez a különbség a paradoxonok meg a világsztárok között. A egyik van, a másik meg nincs. TGG, vagy The GG a csatorna neve, amelynek kontentjét fogjuk fogyasztani. Küldöm is nektek kegyetlen módon a linket. Abban a pillanatban tessék megnézni az eredeti csatornát és az eredeti videót, támogassátok a készítőt, hiszen ő bajlódott vele, nem én. Viszont most élvezzük ennek a gyümölcsét, és tudjunk meg egy kicsit a fancy celebekről. Egy kicsit betekintünk a háttérbe, egy kicsit elolvassuk a címlapok mögötti valódi embereket. Lássuk meg a igazságot. És földobta a herreklámot a Brucevillissel, a Brucevillises thumbnail előtt. Az mekkora! Tudta az algoritmus, oda nézzél! Tudta! Rátargetáltak, tudták, hogy aki a Bruce Willis szereti, az helyt iszik. Bizony. Innen üzenném, hogy az Ember a világ legjobb ízű energiaitala. Így áll Embert, vagy különben megkopaszodsz, mint Bruce Willis. Fedezd fel az új Philips OneBlade 360-at. És borotválkozzál, különben olyan undorító leszel, mint én. Még jobban követi arcod vonalait. Na mehet. Jaj, milyen kedves éles hangká, végre valaki megnyugtatja az agyamat, nem főfele kurogatja. Ki vagy, drágám? Árokat nehéz más szerep... Dorottya! Köszönjetek szépen Dorottyának, ő narrál nekünk, és ő írta, és Pap Gergely vágta a videót a The GG csatornán. Mehet! ...ben elképzelni, azonban akadnak köztük többen is, akik bizony civil szakmát is szereztek. Én is benne leszek ebben a vidiben? Vagy éppen más foglalkozással keresték a kenyerüket hírnevük előtt. Hú, ez nagyon furá hangzott, de lehet, hogy csak én... Na mindegy. Ma hoztunk nektek egy ilyen listát, kezdjük is az első személyünkkel, aki nem más, mint... George Clooney. Oh. A sármos színészpár... Én is Clooney-sodom amúgy. Nézzetek már meg közelről, jót tesz nekem az öregedés? Hasonlítok a George Clooney-ra? Lányok, hazudjatok már, kösz. Pályája során nem csak, hogy háromszor érdemelte ki a Golden Globe-díjat, de még a hölgyektől is megkapta a Safety Pro megnevezést. Hát nem csodálom. Lány lennék, én rámennék a George Clooney-ra, de lehet így is. Érettségi után beiratkozott a Kentucky Egyetemre, majd később nagybátyja filmjében egy kisebb szerepet kapott, és emiatt ott hagyta az egyetemet. Amúgy én annyira tudom respektálni, amikor így focistákról, meg filmsztárokról, meg zenészekről kiderül, hogy egyetemet végeztek, meg van szakmájuk, nem tudom, hogy miért. De hogy úgy egy csomót nő valaki a szemembe, aki mondjuk ismert, és van egy diplomája. Tudtátok, hogy közgazdász vagyok? Na nyugi! You should give it up, because honestly, what was I gonna give it up? I'd go back and sell lady shoes? Egy ideig beállt cipőket árulni, a hozzábetérő hölgyek pedig biztosan örültek az ifjú, de még ismeretlen Clooney-nak. Igen, de mondjuk El Bundy is ezzel foglalkozott, ha valakinek még ez mond valamit. It's a shocking thing. Being in the selling women's shoes is shocking. Hát nem lehet egyszerű munka, igen, női cipőárusnak lenni. A rémrendes családot ajánlom mindenkinek, aki esetleg túl fiatal. Bár az már nagyon boomer humor, én bármikor szívesen ott maradok, ha véletlenül az van a tévében. Én imádom a rémrendes családot, annyira rossz, hogy jó. Mondjuk? Azon gondolkozom, hogy a youtuberekről is azt gondolják az emberek, hogy ebbe a szakmába így beleszületnek. Én dolgoztam! Ugyan én nem női cipőket árultam, én marketingesként dolgoztam, de kikérem magamnak. Olyan vagyok, mint George Clooney. Bebizonyosodott. Köszönöm szépen. Owen. Ki az a Chris Owen? Ez valami amerikai pite, vagy valami hasonló? Láttam már ezt, de úgy nem tudom, hogy ki ő. Biztos sokan ismeritek a nagy klasszikus amerikai... Jó, akaz. Jó van azért, jól tippeltem. Pite című film. Ja, ő a Sörminátor, tényleg! ...film szériát, mely még az előző generáció nevető izmait dolgoztatta meg, azonban mi is bármikor visszanézzük, ha... Előző generáció rekesz izmait? Há, hány éve... Most tényleg mi vagyunk a boomerek? Könnyesre nevetnénk magunkat. Chris Owen a Pite filmekben Chuck Sherman... Ez ki ez az ember?
Ez a Sörminátor? Hát ez a Doctor Strange, mondjad már. Hogy hívják, a Benedictus Cumberbatch. Hát ez ugyanaz. Hát a Sörminátor lett a Benedict Cucumber. Hogy nyomja, és ez senkinek nem tűnt föl. Hogy álnéven ő aztán izé varázsló lett, meg Sherlock Holmes. Nem alakította. Lebuktatta. Sherman! A Sherminator? Hát meg mi a f***sz van? Krisznek ez egy álommunka. Nagyon szeretem a csúnya beszédet filmekben. Sokan azt mondják, hogy csak a műveletlen ostoba emberek néznek Nessájt és amerikai pitét. Hát szerintem meg kurva vicces. Volt, hiszen nagyon szeretett volna bekerülni a csapatba, amely sikerült is neki. Hát de milyen gyönyörű férfi lett, basszus! Bár az álma teljesült, a szórakoztató iparban mégsem vetette meg lábát Sherminator, aki végül egy sushi bárban kötött ki felszolgálóként. Sajnálom. Abban biztos vagyok. Ja, hogy ki is hullott az egész filmipar, nem baj az. Amúgy van, aki nem akar benne maradni Hollywoodba, van, aki nem bírja elviselni. Az egy tisztességes munka. Amy Adams. Azt se tudom, hogy kicsoda. De mondjuk én műveletlen vagyok sztárokba. A mosolygó színésznő Amy Adams olyan filmekben játszott, mint a Bűbáj, a Kapj el, ha tudsz, az Éjszaka a múzeumban, vagy a Batman Superman ellen. Szép. Szép felsorolás. Ja, a Lois Lane volt. Igen. Azt hittem a Márta. Tárok múltjában gyakran előfordul, hogy tanulmányaik során más szakmával kerestek pénzt, hogy jövőjüket finanszírozni tudják. De ez miért hangzik ennyire perverzül, velem van a baj? Valószínűleg. De miért hangzik úgy ez a mondat, mintha lett volna mindenki? Jövőjüket finanszírozni tudják. Így történt ez Amyvel is, aki a Hooters nevű étteremláncban dolgozott pincérnőként. No! Mondhatok egy nagyon-nagyon nem PC dolgot? Megígéritek, hogy nem cancel-öztök ki? De nagyon csúnya lesz. Elnézést kérek előre. De nem rosszból, ez egy tudományos jellegű kérdés. Elnézést kérek kifejezetten a lányoktól. A Hootersben nem az alap elv, hogy hatalmas döngető ocsortány nagy kannákkal kell rendelkezni? Elmondhattam volna ezt kultúráltan, hogy nagyobb mellekkel, teltebb idomokkal, de nem, nekem így kell mondani, tehát saját magamat rakom bele a koporsóba. Elnézést. Tehát, hogy, de nem. Tehát, hogy ez volt az alapelv. Hogy a Hooters erről volt híres, hogy nagymellű lányokat vettek föl csak. Ami rengeteg szexista kérdést felvet egyébként, és ő nem tűnik annyira bögyösnek. Egy átlagos Hooters pincér nő reklám előtt. Nem voltam egyébként soha. Amerikában beszélgettünk róla szerintem, hogy bemegyünk, de aztán nem mentünk, mert túl közönségesnek tűnt, de nem voltam szerintem soha. De már van itthon is, nem? Vagy már bezártak? Létezik egyáltalán? De volt Magyarországon is, nem? De nem voltam soha. Vagy van még? Már bezárt. Nem tudom. Én nem vetem meg a szép lányokat és a nagymellű lányokat se, de nem tudom, a kajálni, mondjuk lehet, hogy jó a kaja. Nem kötöm össze soha. Nyilván zseniális ötlet a Hooters, de ha lányokat akarok nézni, akkor lányokat nézek. Ha enni akarok, akkor meg enni. Bár tudjuk, hogy ez a hely nem éppen 12-es karikájáról ismert, az ottani el... Mély, leszopnak az asztala? Már bocsánat. Elvárt öltözék nem vonatkozott a fiatal színésznőre, aki akkor még nem töltötte be 18. életévét. Mi? Bruce... Haló? Menjetek már, ez csöppet problémás. Szerintem. Na mindegy. Willis. Nem tudtuk meg, hogy kisebb ütőműtétje volt, vagy akkor más volt a követelmény. De lehet, hogy amúgy úgy van, hogy a Hootersben szépnek kell lenni, csak én azt hittem, hogy ott elevet... Na, elmondtam. Tehát én azt hittem, hogy nem, hogy szépnek kell lenni, hanem csöcsösnek kell lenni, bocsánat, hogy így fogalmazok. De akkor ezek szerint nem feltétlenül. Bruce Willis már visszavonult a színészettől. Na,
Hát igen, és ő már reklámokat csinál. De hatalmas életpályáját a szakma Golden Globe és Emmy díjjal jutalmazta. Legismertebb szerepe John McClane a Die Hard filmekből, de a Ponyvaregényben, az Armageddonban vagy a Hatodik érzékben is szerepet kapott. Na ő már valaki. Bruce kezdetben hegesztőként és gyári munkásként dolgozott, majd szülei válása után tovább tanulás helyett apja nyomdokaiba lépve fizikai munkát választott. Így lett biztonsági őr. Tényleg a Bruce Willis biztonsági őr? Yeah, I was a security guard. Szakmáját azért hagyta ott, mert egyik munkatársát megölték. Ő pedig úgy gondolta, inkább váltana, ami ezek után nem meglepő. Jézusom. They went out on their tours, what they called tours, and never to be heard from again. Amerika. Nice. Menő, hogy biszti őr volt. Bruce Willis. Itt van a hódos bónusz! Itt van a hódos bónusz! Gyűjts el bónuszt! Nem reagálom. Vanilla Ice. Ice, Ice. Az Ice Ice Baby című dalt biztosan hallottátok már. A szám előadója Vanilla Ice, aki már nem dolgozik főállású rapperként, hanem nem, de szerepelt egy csomó mindenbe. Ingatlan befektetőként keresi kenyerét, amelyben úgy érzi, hogy kiteljes. Meg kameózik. Szeret visszaemlékezni rapper korszakára, de végül nem ez az út lett az övé. I'm doing the mansions now, but you know, I didn't start there and you know, I worked my way up. Matt LeBlanc. Nem volt vele valami. A Vanilla Ice-szal. Az a baj, annyi ilyen klasszikus rapper hunyt el mostanában, hogy most azon gondolkozom, a Vanilla Ice él még, ugye? Most tudom, hogy morbid vagyok. Így mostanában annyi ilyen klasszikus rapstar ment el, hogy így pillanatra felsejlett bennem, hogy de nem, tehát hogy jó, jó, oké, bocsánat. Csak így nagyon sok, most az elmúlt 3 évben annyi ilyen általam hallgatott, meg kedvelt rapstar hunyt el, hogy már így belezavarodtam. Na, Matt LeBlanc, Joey, mindenki szereti. A 90-es és 2000-es évek népszerű sorozata volt a Jó barátok, amelynek őrületét mi sem bizonyítja jobban, hogy a mai napig hatalmas rajongótáborral rendelkezik. Valaki még emlékszik a spin-off sorozatra? Abból látott valaki részt? Stábba tartozott Matt LeBlanc, aki Joey-t alakította. A színész az elmúlt években eltűnt a képernyőről, talán visszatért eredeti szakmájához? Nem lepődnénk meg. Szerintem arra nincsen szüksége. Ugyanis egy jó asztalosra mindig szükség lehet. Asztalos! De még ennyi idősen is jó képű a Matt LeBlanc. Hát egy kicsit meghízott, de azt mindannyiunkkal jön a korral. Az még mindig menne a... Na mi a helyzet? Ez menő az asztalos. A Top Gear-t vezette. Oh. Hát igen, szegény Top Gear-el sok minden történt az évek alatt. Hagyjuk is. Na, Sean Connery! Sean Connery. A régi idők nagy bálványa volt a sármos színész, aki akár vállalkozást is nyithatott volna listánk előző alanyával. Számára az ismertséget James Bond karaktere hozta meg, de ha minden kötél szakadt volna, kőművesként továbbra is kereshette volna kenyerét, ahogy azt a színészet előtt tette. Kőműves. Na látjátok, ezek szakmák! Nem az, hogy itt reagálgatsz a interneten, kőműves, meg asztalos. Ezek férfiak. Angus T. Jones. Ezt most nézzük egyébként. Mindig nézzünk valami sorozatot elalváshoz. Most pont a két pasi meg egy kicsit nézzük, de meg nem mondtam volna, hogy hogy hívják a gyerekszínészt. Emlékeztek még a Duci kisfiúra a két pasi meg egy kicsi sorozatból? Jake! A fiatal embert Angus T. Jonesnak hívják, és ma már a 29. életévét tapossa. Bár fényes jövő állt és állhat még előtte, egyelőre nem kér a kamerákból. Hát ne, ez gyerekszínészeknél elég gyakori. A sorozat után inkább tanulni ment. A Colorado Egyetemre iratkozott be, és 2016-ban arról számolt be, hogy rendezvényszervező céget nyitott.
Hát jobban tette. Akkor ezek szerint boldog ember, aki le tudta tenni a gyerekszínészet terhét magáról, és tanult, meg vállalkozik. Jobb, mint hogyha úgy járt volna, mint a... De... Hogy hívják a reszkessetek betörőket? Az. Szarul néz ki? Nem, ugyan már, hát így néz ki, addig is így nézett ki, amikor a végén a sorozatba szerepelt. Macaulay Culkin, igen. Most így néz ki, Midbody is teljesen normálisan néz ki, szerintem. Ezzel mi a baj? Szép szakála van, szép sapkája. Most nyilván lehet mondani, hogy úgy néz ki, mint egy csöves hippi, de miért te hogy nézel ki? He? Küldj egy képe... Ne, ez furán hangzik. Nézzé tükörbe! Johnny Depp. Hát lábnapot kihagyta, hát na. Johnny! Johnny mit csinál? Johnny a kakát takarítja a közös hálószobájukból. Johnny Deppnek lassan bérelt helye van az újságok hasábjain, annyit szerepelt magánéletével kapcsolatban az elmúlt években a médiában. A színész filmjeiből és az őt körülvevő történeteiből átüt, hogy bár szerény személyiség, de egyben nagy dumás is. Az Amber Heard-del való bírósági tárgyalása során is zseniális dolgokat művel. Mosolyt tudott csalni az emberek arcára. Első filmes sikere előtt is kamatoztatta beszélőkéjét, ugyanis telemarketingesként a feladata az volt, hogy tollakat adjon el. Nem már. Milyen jó sztorikat mesélhetnek egymásnak az emberek. Engem anno a Johnny Depp hívott föl, azt mondta, vegyek meg valamit. Én nem tudom, mi volt az, de megvettem. The guy was gonna buy like a gross of pens, you know, yeah. Some inordinate, you know, crazy amount of money. A színész egy interjúban elmondta, hogy nem szerette ezt a munkát, de mivel szüksége volt pénzre, ezért elvállalta. I was not good at it. Not good at it. Jövünk ide dolgozni? Klárikám! 12 adás. Azt a mindenség, ha megadja! Énekesek, műsorvezetők, színészek. Mi ez a műsor? Egy dolog biztos, hogy nem utaztok sehova. 18 munkakör. Dolgozni fogtok cserébe egész nap. Egy reptér. Elküldik dolgozni a celebeket. Micsoda műsor ez? A Gyuri bácsi. Kaptam egy álláslehetőséget, Armand, úgyhogy azt hiszem, nem leszek. Gratulálok. Ott Kautsky Armand. Hát micsoda felhozatal van itt. Reptér. És egy kérdés. Ki lesz a nap dolgozója? Észrevettétek, hogy a tévében tényleg 25 éve ugyanazok az emberek vannak? Kökenén, asszon vigyázz! Kuki! Tudjál, Kuki 12, amikor mi úszó edzésről jöttem hazafelé. Szerintem negyedikes iskolás voltam. Akkor volt vicces, hogy a Kuki franciás akcentussal beszél a rádióba, és az a neve, hogy Kuki. Ez akkor volt vicces. Ezen cirke 20 akárhány éve volt. Most ők is igazi munkát kaptak. Keményre bukunk első körbe, jó? Basszus! Mi a csibi? Hagyjanak! Hagyjanak! Teljes tetszú! Fantasztikus, hogy laborulok előtted! Csengen! Akkor arról. Jelezzük a diszpét. Hát a Gyuri bácsi eddig az egyetlen érdekes. Ki a raszt a csávó? Hát az a Varga Viktor, az is 50 éve ott van. Nagyon szomorú a televízió felhozatala így ismert emberek terén. Sörnek. A sas leszállt. Januártól minden héten sztárok a reptéren, a TV-ke. Sztárok a reptéren. Ekkora a baj. Na jó, elnézést, ez így, ha már sztárok és munkák, akkor amúgy ez is nagyon jó targetált reklám volt. Most meg kell dicsérjem a marketingeseket, nagyon ügyesen targetálták a reklámokat. Hát az elején Hair reklám volt a Bruce Willis-es, most meg sztárok munkába. Nicole Kidman. Jaj, de hangos lettél, Dóra, elnézést kérek. Az Oscar és Golden Globe díjas színésznőt, Nicole Kidmant olyan filmekben láthatta már a közönség, mint a Botrány, az Északi, de több sorozatban is szerepelt már, például a Hatalmas kis hazugságokban. Gyerekkora óta volt. Hatalmas kis hazugságok, ezt se hallottam még így. Az valami csajos sorozat, nem? De annak mi az angol címe? Az a Pretty Little Lies? Honzotta a színészetvilág. Meg van az a Gossip Girl. Annak mi a címe magyarul? De érdekes, hogy vannak filmek, sorozatok, aminek csak magyarul tudom a címét, vannak, aminek csak angolul. Pletykafészek.
Egyiket se láttam, hála Istennek. Korábban egy időre szüneteltette, ugyan... Már elég régóta együtt vagyok a feleségemmel ahhoz, hogy ne büntessen ilyenekkel. És édesanyját Merrák támadta meg, így neki segédkezett. Eközben ismerkedett meg a masszázsterápiával, melynek hatására elkezdte kitanulni ezt a foglalkozást. Na! Hugh Jackman. Masszázsterapeuta. Hugh Jackman. A Hugh Jackman egy paradoxon önmagában. A legférfiasabb férfi, a rozsomák, a Sigma Male, és utána pedig balettozik a színpadon és énekel. Imádom. Deadpool 3, hype. Személy szerint nagyon szeretjük Hugh Jackman munkásságát. Az elmúlt években sok remek filmben szerepelt, színészi kelléktára pedig nagyon sokoldalú. Ja, kurva jól csinálja, csak nagyon vicces. Kell akár énekel is. Ez a sokoldalúság civil életére is igaz, hiszen kipróbálta magát benzinkutasként, testnevelő tanárként, és még bohócként is. Testnevelő tanár, mennyire jó. I remember the kid going, Mom, this clown is crap. Literally, and I was like, shut up, kid. Demi Moore. Demi Moore. Demi Moore amerikai színésznőnek nem volt könnyű gyermekkora. Bár a filmezésben sikereket ért el, egy másik szakmában is kipróbálta magát, az élet ugyanis úgy hozta, hogy a középiskolát elvégezve... Mi az a kitűző? Pénzbehajtónak állt. Lisa Kudrow. Pénzbehajtónak? Nem egy ilyen munkát képzeltem volna el. Lisa Kudrow! Amikor a jó barátokat néztük, akkor azzal idegesítettem a feleségemet, hogy minden egyes intrónál azt mondtam, hogy Lisa Kudrow. Tudjátok, hogy ez milyen idegesítő nem vicc elsőre? Szerintetek 300 jó barátok részen keresztül ezt hallgatni a melletted ülő embertől mennyire idegesítő? De látjátok, egy jó asszony mindent megbocsájt! Az amerikai színésznő Liza... Feleséget helyébe ütnélek. Hát, elő szokott fordulni. Nem ez a durva, hanem hogy még a feleségem. Kudrow leghíresebb szerepe Phoebe a Jó Barátok című sorozatból. Liza a háttérmunkát is szereti, hiszen többször tevékenykedett már forgatókönyvíró. De azt hiszitek, hogy viccelek. De nem. ...ként és producerként, például a 2005-ös HBO a Visszatérés című sorozatban. Emellett 2011 és 2015 között futott a Webterápia című online vígjáték sorozat, melynek szintén tevékeny alkotójaként jegyzi magát, beceneve The Blonde, ami annyit tesz, hogy a szőke, semmiképp sem pejoratív értelemben értendő. Tény, hogy Phoebe karaktere kedves volt és nem volt egy észkombány, azonban szöges ellentéte a színésznőnek, aki orvos édesapja mellett dolgozott egy ideig. Why do you work here? Nice. This is good money. Rovanecki. Megöregedett, igen, de ez nincs baj. Ez olyan... Nekem az a bajom inkább így a hollywoodi sztárok öregedésével kapcsolatban, aki így nem akar megöregedni, és ilyen erőltetettem fiatalos, meg 85 millió erőltetett plasztikát csinál. Bár nyilván ez a plasztika megint egy külön téma, nyilván mindenki azt csinál a testével, amit akar, de annyi ember van, nem csak nők, férfiak is, igen, Stallone, akik meg tudnak öregedni méltósággal. Hát nem szépek, hát ő öreg emberek, nem esztétikusak, de sokkal rosszabb, amikor így valaki ilyen Madonna, hát úgy néz ki, mint egy vámpír, meg már 85 ezer éves, azt elhiszi, hogy 20. És nem csak a Madonna, rengeteg, és így Jézusom, miért? Most mi a baj azzal, hogyha valaki idős? Hát semmi. Kinzon. A Rowan Atkinson annyira vicces, az egész, a humor értékrendem középpontjában a Rowan Atkinson áll. Volt egy interjúja, azt nézzétek meg, igazi angol humor, a Elton Johnnal. Keressetek rá. Kurva vicces. Rowan Atkinson játszhatna bármit. De angol humor, csak azoknak vicces, akik bírják az angol humor. Egy filmben. Akkor sem tudnánk elvonatkoztatni attól a szereptől, amellyel összeforrt a neve. Ez pedig... Igen, már ször ő is, meg az Elton John is. Igen, bocsánat. Mr. Bean, aki ikonikus szereplőjévé vált a filmtörténelemnek. Azonban kevesen tudják Atkinsonról, hogy annak idején elektrotechnikusként végzett, és micsoda? Hogy a közismert szerepével ellentétben kiemelkedően intelligens. IQ szintje magasan az átlag felett van. Hát szokták mondani, hogy nem mindegy, hogy a hülye okoskodik, vagy a... az okos hülyéskedik.
Ezt csak okos emberek tudják elmondani. Ennyi lett volna mára. Ha tetszett a videó, ne felejtsetek el feliratkozni, hogy a következőkről sem maradjatok le. Középre kattintva még több tartalmat találtok, és találkozzunk a következő videónál. De addig is, sziasztok! Szia Dóra! Szia, köszönjük szépen! Jó volt, jó volt. Ezek olyan videók, amikre így nem kattintanék rá magamtól, mert így annyira nem érdekel, de így együtt tök jó kibeszélni, meg így érdekes megtudni, de én nem vagyok ez a bulváros arc, de gondoltam legyen valami könnyedebb content is, ha már itt ilyen filozófiai mélységekbe is sikerült elmerülni mostanában, de amúgy tök korrekt volt, én nem ismerem ezt a The GG csatornát, de úgy néz ki, hogy ez is itt szerkesztőkkel, narrátorokkal fő van szerelkezve, mindenféle hírekkel, meg anyagokkal, úgyhogy tök jó, nekem tetszett, én lájkolom. Köszönjük szépen!